Oké, akkor még egyet szeretnék kérdezni, ha megengedi, hogy Rudolf Hess, ugye Hitlernek volt egy időben alvezére. Hetlenül ezt szinte éreztem, hogy ezt... amikor ezt a hírt olvastam, én pont arra gondoltam, hogy be fognak hívni engem a napkeltébe, ezt tuti, hogy Betlenül ezt a kérdést föl fogja tenni. De könyörgöm, hagyja már engem békén ezzel. Állandóan bejövök ide, és mindig 44-ről, a holokausztról, meg Rudolf Hessről. Hát egyszer üljünk le, rendeljünk egy sört, és akkor beszéljünk a második világháborúról. Nem kérem, hogy a Rudolf Hessről beszéljen. Azt kérem, lesz itt Budapesten egy rendezvény, ebből az alkalomból, valószínűleg szombaton. Mit tanácsol a szavazóinak, vagy a követ? Betlenül inkább én önnek tanácsolnék, mert hogyha ennyire izgatja, meg foglalkoztatja ezzel a zsidó kérdés, akkor költözünk Izraelbe. És akkor ott nap reggeltől estig lehet ezzel a kérdéssel foglalkozni, de ez itt Magyarország, és egy magyar pártnak vagyok az elnöke. Hogy foglalkozok már én Magyarországgal? Hát pontosan ezt kértem, hogy egy picit foglalkozom Magyarországgal, és egyáltalán szóba sem hoztam a zsidó kérdést egyébként, egy percig sem hoztam szóba. Azt kérdeztem öntől, hogy nem kíván abban az ügyben állást foglalni, hogy elmenjenek ki az emberek. Nem kívánok erre a kérdésre válaszolni, mert méltatlan kérdésnek tartom. Nem értem, hogy ez miért méltatlan. Ezt lehet, hogy úgy fogják érteni, hogy ön támogatja. Múltkor is olyan kérdéseket tett fel, amik méltatlan kérdések voltak, ez is ebbe a sorba tartozik. Én azt gondoltam, hogy nagyon egyszerű kérdéseket teszek föl, sajnálom, ha túl erős volt a kérdés. Nem volt erős a kérdés, méltatlan volt, és sajnálom, hogy ön ilyen kérdésekkel készül egy ilyen beszélgetésre. De nem a magánéletéről beszélünk. Nem a magánéletéről kérdezem. Abszolút nem a magánéletem, de a magánéletemen kívül is vannak politikai kérdések, amik méltatlanok. Én nagyon örülnék, hogyha bejönnék, és akkor itt a programunkról beszélnénk, mondjuk a csendőrségről, a multinacionális. Elképzelése sincs, hogy micsoda, erről kiderült, arról nem érdemes beszélni. Köszönöm szépen, hát de visszautasítom ezt a fel, ezt nem mondtam, hogy elképzelésem. Azt se tudja, mi a csendőrség, azt sem biztos, látom, hogy lesz. Fölháborított hát önt az én válaszom. Azzal, amit mondott, hogyha nem tetszik, költözök el Izraelbe, azzal nagyon fölháborított. Jó, hát most ez nem utagasson. Ne csodálkozzon. Jó, akkor én meg viszont folytatnám, amit mondani szeretnék. Nagyon örülnék annak, hogyha végre a programunkról tudnánk beszélni. Beszélnék szívesen arról, hogy a multinacionális cégekkel mit kéne Magyarországon kezdeni, hogy mit kellene kezdeni az államadósággal, mit kellene kezdeni a magyar mezőgazdasággal. Ezekről kéne beszélni, ez a mi programunk. Köszönjük szépen, viszontlátásra.